Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Tűz volt a 60-i kórházban, egy első emeleti korterem gyulladt ki hajnalban, a berendezési tárgyak égtek, a tűz a korterem ablaka alatt álló sátorra is átterjedt. A lángokat a tűzoltók rövid időn belül eloltották. A munkálatok idejére 3 kórtermet ürítettek ki az első emeleten, az intézkedés 23 embert érintett. Szombat reggelre meghaladta a 2.235.000-et a beoltottak száma Magyarországon, ezt Orbán Viktor jelentette be a Belügyminisztérium ügyeleti központjában. A miniszterelnök azt mondta, nagy szombat van, de a vírus nem pihen, ezért nekünk is védekeznünk kell. A kormányfő megköszönte az egészségügyi dolgozóknak, hogy húsvétkor is vállalták a munkát, és azt kérte, hogy aki ezekre a napokra kap behívót az oltásra, feltétlenül menjen el és adassa be a vakcinát. Nagy szombat van, de a vírus nem pihen, ezért nekünk is védekeznünk kell. Szombaton reggel a Belügyminisztérium ügyeleti központjában az oltási terv végrehajtásáról egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök. A tárgyaláson részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány és az országos kórház főigazgató is. A kormányfő köszönetet mondott azoknak az orvosoknak és ápolóknak, akik a hétvégén is dolgoznak azért, hogy a lehető legtöbben váljanak védetté a koronavírussal szemben. Az embereket pedig arra kérte, hogy az ünnep alatt is menjenek el az oltásra. Minden beoltás életet menthet. Hálásak vagyunk a házi orvosainknak, az orvosainknak, kórházi orvosainknak és az ápolónőinknek, hogy húsvét ünnepén is vállalták a munkát. Aki ezekre a napokra kap behívót, kérem, föltétlenül menjen el és vegye fel az oltást. Mi is dolgozunk, az operatív törzs is dolgozik. Elértük ma reggelre a 2.235.731 beoltottat, és a ma reggel eltervezett munka szerint a mai napon be fogunk oltani további 83.000 embert. A magyar oltási program továbbra is nagyon dinamikusan halad. Kétszeres oltási sebességgel halad Magyarország az uniós tagállamokhoz képest. Erről már az országos oltási munkacsoport vezetője beszélt a közmédiának. György István kiemelte, nincs ez másként húsvétkor sem. Szombaton 64.000 Moderna vakcinát szállítottak a megyei oltási munkacsoportokhoz. Vasárnap pedig további 229.000 AstraZeneca érkezik hozzájuk. A pedagógusok oltása is ütemesen halad. 3 nap alatt 78.000-en kapják meg a védettséget biztosító vakcinát. Miközben járják az országot az oltóbuszok is. Nógrád megyében 6 kis településen oltottak, Komárom-Esztergom megyében pedig 15 településen folyik az oltás. A járművek segítségével 22.500 vakcina adható be egy hónapban. Jövő héten lesz a második üteme a pedagógus oltásnak, hiszen akkor az óvodai nevelőket, szakképzésben résztvevőket, különböző gondozási intézményekben nevelő pedagógusokat is oltani fogjuk. Ez megközelíti majd a 100.000-es oltási számot, és közben mennek a buszos oltások is, a Magyar Honvédség és az operatív törzs együttműködésében. Elindul 5 oltóbusz, napi 150 fős oltási teljesítménnyel. A beoltottak száma szombat reggelre megközelítette a 2.236.000-et, közülük 891.000-en már a második adag vakcinájukat is megkapták. A járvány nagyon gyorsan terjed. Egy nap alatt 8.637 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunytak 242-en. Jelenleg csaknem 11.400 beteget ápolnak kórházban, közülük 1.437-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Újabb szintet lépett az oltási folyamat Budapesten, szombattól a házi orvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonták az oltásba. Sára Botond az M1-nek elmondta, 18 szakrendelőben zajlik az oltás a húsvéti ünnepek alatt is. Hozzátette, a Magyarországon elérhető mind az 5 vakcinával oltanak. Ezen az oltási héten első körben több mint 150.000 ember fogja megkapni reményeink szerint az oltást, illetve 85.000 második körös oltást is be kell adnia, főleg a házi orvosoknak. A Sputnik típusú oltóanyagot azt ugyancsak az oltópontokon adják be. Ez az első ilyen hétvége, tömeges oltási hét van, mindenkit arra kérünk, hogy aki behívót kap a házi orvosától, az húsvétre való tekintet nélkül fogadja a lehetőséget, menjen, oltakozzon.
Hazánkban 2,5 millió ember beoltását követően kezdődhet meg a korlátozó intézkedések fokozatos feloldása. Szakáli István Lóránd az M1-en azt mondta, a járványhelyzet alatt sikerült megőrizni a vállalkozások működőképességét, illetve a munkahelyeket, de a munkaerőpiacon egyfajta átrendeződés figyelhető meg. A közgazdász hozzátette, ha az oltási terv ilyen ütemben folytatódik, akkor hamarabb nyithatunk, mint más országok. 2020-ban a válság a magyar gazdaságot egy növekedési szakaszba érte, egy olyan állapotba, amikor jól álltunk gazdasági mutatókban, tehát vannak tartalékok, az elmúlt évet is viszonylag jól sikerült kezelni gazdasági válság szempontjából, itt elég csak a foglalkoztatási, munkanélküliségi és GDP adatokra utalni. Magyarország is segít Csehországnak, miután az Európai Bizottság elhibázott vakcina beszerzése miatt nehéz helyzetbe került, ezt írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter. Mivel hazánk időben lépett, és a kormány a brüsszeli közös beszerzés mellett nagy mennyiségben keleti vakcinákat is vásárolt, Magyarország az Európai Unióban élen jár a lakosságarányos beoltottság tekintetében, fogalmazott a miniszter, aki hozzátette, ezért Ausztriához és Szlovéniához hasonlóan mi is segítünk cseh barátainknak, akiknek 40 ezer vakcinát adunk majd május első felében. Addigra ugyanis Magyarországon lesz annyi oltóanyag, hogy mindenkit be tudunk oltani. A koronavírus járvány miatti korlátozások alapján tartották meg Ferenc pápa vezetésével nagyszombat este a húsvéti vigíliát a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál. A szertartás a szokásosnál korábban kezdődött, hogy befejeződjék a kijárási tilalom kezdetéig. Korlátozott számban voltak jelen egyháziak és hívők. A pápa a vigília elején megáldotta a tüzet és meggyújtotta a húsvéti gyertyát a teljesen fény nélküli bazilikában. Homiliájában Ferenc pápa a húsvét üzeneteként az újrakezdést, új utak járását és a határokig való eljutást nevezte meg. Nem értelmetlen sodródás az egyéni élettörténetünk, nem céltalan vergődés a világtörténelem, hanem a minket örök életre hívó isteni szeretet nagy terve valósul meg benne. Ezt mondta nagyszombati vigíliájában Erdő Péter bíboros. Az Esztergom budapesti érsek kiemelte, ha egy világjárvány döbbent is rá minket, hogy milyen kiszolgáltatott az emberi élet ebben a világban, és mennyire nem csupán a mi igyekezetünkön múlik a sorsunk, mindez nem a kétségbeesés forrása. Ha sokszor mindent elborítani látszik is az önzés, a bizalmatlanság, ha gyakran gyűlölet osztja is meg az embereket, ha az anyagiak hajszolására hangolt világunk különösen is nagy drámának éli meg éppen az anyagi jólét csökkenését vagy a gazdaság nehézségeit, nekünk a feltámadt Krisztus más távlatot mutat. Nem értelmetlen sodródás az egyéni élettörténetünk, nem céltalan vergődés a világtörténelem, hanem a minket örök életre hívó isteni szeretet nagy terve valósul meg benne. A közmédia idén is kiemelten foglalkozik a húsvéti misék és istentiszteletek közvetítésével. Ma reggel 9 órától a Dunavörðön református istentiszteletet láthatnak a budapesti Hold utcai református templomból, 10 óra 30 perctől pedig a Dunán katolikus szentmisét Pannonhalmáról. Ugyancsak a Dunán vasárnap délben élőben kapcsolunk a Vatikánba, ahol Ferenc pápa húsvéti üzenetét, valamint a Róma városára és a világra adott áldását láthatják. A húsvét vasárnapi katolikus szentmisét húsvét hétfőn 9 óra 55 perctől a Dunavördön megismételjük. Idén mélyebben átélhetjük a kétségbeesést, de az új élet reményét is. Erről beszélt a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke az MTI-nek. Balogh Zoltán azt mondta, megrázó nehéz időszak a mostani. A húsvét üzenete az, hogy a világ a bajban, a járvány idején nincs egyedül, és aki megalkotta, képes arra is, hogy újjá teremtse.
Jézus erősebb a templom falainál, és ahogy a bezárkozott tanítványokat, úgy a karanténban lévő mai embert is meg tudja szólítani. Ezt mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke a távirati irodának. Fabinyi Tamás kifejtette, az idei húsvétkor üresek a templomok, de Jézust nem lehet bezárni a templomba, mert ő a bezárt ajtókon keresztül is képes megtalálni és megszólítani tanítványait. Elindult a 175. balatoni hajózási szezon. Az idei első balatoni hajó szombaton 10 órakor hagyta el a siófoki kikötőt. Mostantól hétvégenként napi 4 alkalommal indul hajó Siófokról Balatonfüred érintésével Tihanyba. Fonyod és Badacsony között is megindulnak a hajójáratok. Emellett Siófokon, Füreden, Badacsonyban és Keszthelyen egy-egy órás sétahajózásra is lehetőség lesz. A koronavírus járvány miatt az utazási feltételek a járványügyi helyzethez és a szabályokhoz igazodnak. 175. alkalommal kezdjük meg nagyszombaton, április 3-án a személyhajózási szezont a Balatonon. Egy picit korlátozott üzemmódban, illetve alkalmazkodva a jelenlegi járványügyi helyzethez, átmeneti utazási feltételekkel biztosítjuk a szolgáltatást. Ebben egyébként kérjük az utazóközönségnek az együttműködését, mindenki felelősségteljesen tartsa be az előírásokat és a szabályokat. A jordániai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva őrizetbe vettek több befolyásos ammáni tisztségviselőt, közöttük házi őrizetbe került Hamza bin Hussein volt trónörökös is. A herceget a hadsereg vezérkari főnöke arra figyelmeztette, hogy ne ássa alá az ország biztonságát és stabilitását. Hamza később egy videóban arról beszélt, hogy nem hagyhatja el a házát és nem léphet kapcsolatba még családtagjaival sem. Emellett elvették a mobiltelefonját, nincs hozzáférése az internethez sem, sőt testőreit is őrizetbe vették. A volt trónörökös leszögezte, hogy nem vett részt semmilyen összeesküvésben. Sajtóértesülések szerint csaknem 20 embert vettek őrizetbe a jordán hatóságok az állam stabilitásának veszélyeztetése miatt.